Sok a diákmunkás. Szeptembertől jelentős lesz a munkaerő hiánya az élelmiszerkereskedelemben is. Magyarországon jelenleg mintegy 140 ezer tanuló dolgozik tanulmányaik mellett. Kevesebb a méz. A legnagyobb problémát az okozta, hogy a méh populáció egyharmada megtorpant a fejlődésben. Az úgynevezett nozéma betegség és az atka is megtámadta a méheket. Pályaorientációs programok. A tanulók különböző szakmákat ismerhetnek meg, illetve nagyvállalatok működésébe is bepillanthatnak a megyei iparkamara szervezésében. Szeptembertől jelentős lesz a munkaerő hiánya az élelmiszerkereskedelemben is, közölte a Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetségének megyei elnöke. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A nyári időszakban diákokkal pótolják az üres helyeket. A tanév kezdetével azonban ismét problémát jelent majd a munkahelyek betöltése. Magyarországon jelenleg mintegy 140 ezer diák dolgozik tanulmányaik mellett. Ez a tanulók közel felét jelenti. Diákmunkásokkal pótolják a szakember hiányt az üzletekben. Évek óta kevés a szakképzett munkaerő, de még közülük is sokan külföldre mennek, akik pedig itthon maradnak, sokszor inkább az iparban keresnek munkalehetőséget, ott ugyanis két műszakban dupla annyit kereshetnek. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetsége még tavaly októberben kezdett bértárgyalást annak érdekében, hogy emelést érjenek el az ágazatban. Erre azért lenne szükség, mert a versenyszférát tekintve jelenleg a kereskedelemben a legalacsonyabb a bérezés. Mostani minimál bér a 111 ezer forint bruttóban, ennek a nettó érték az 73.815 forint. A szakmai bér az pedig 129 ezer forint bruttóban, a nettó érték az pedig 85.785 forint. Úgyhogy most ezt hozzáadjuk, hogy csak 7 órában van foglalkoztatva, akkor le kell vonni belőle, és kb. 80 ezer vagy 70 pár ezer forintot fog nettóba hazavinni. Ha pedig ugye csak 4 órában van foglalkoztatva, akkor pedig csak a 42 ezer, 43 ezer forintot visz haza. Tehát borzalmasan le vagyunk szakadva a fizetések terén. KSH adatok szerint jelenleg 138 ezer diák, a tanulók közel fele dolgozik. Ez a szám nagy mértékben emelkedett az elmúlt években. 2008-ban az egyetemisták mindössze egyötöde vállalt munkát tanulmányaik mellett. Főleg olyan munkakörben alkalmazzák őket, amiben 2-3 nap alatt betanulhatnak, ilyen például a pénztáros. Legtöbbször a nyári szabadságolások idején alkalmazzák a fiatalokat, így a munkaerőhiány főleg szeptemberben lesz majd probléma. A szakképzett dolgozók megtartására az OSAM már tavaly októberben emelte 10%-kal a béreket. A nagy külföldi hálózatok többsége is tartotta ezt az átlagot, volt, ahol idén a 15%-ot is elérte az emelés mértéke. A legnagyobb létszámú munkakörökben átlagosan 10% feletti bérfejlesztést hajtottunk végre az elmúlt időszakban. Ezen felül 2015-ben bevezettük a dolgozói vásárlási kedvezményt, illetve ahogy az eddigi években 2015-re vonatkozóan is fizettünk 13. havi juttatást. Az 5 évnél hosszabb munkaviszonnyal rendelkezők esetében hűségbónusz biztosítunk, továbbá teljesítményfüggő juttatások is bevezetésre kerültek a közelmúltban. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetségének az a célja, hogy 2 év alatt 20%-os bérfejlesztést érjen el. A munkaerőhiány okozta béremelkedés azonban a korábbi hírekkel ellentétben áremelkedés nem jelent majd. Ezt az Országos Kereskedelmi Szövetség közleményben cáfolta az elmúlt napokban. Nem lesz kiemelkedő a mézhozam idén sem, hiába indult jól a tavasz. A legnagyobb problémát az okozta, hogy a méh populáció egyharmada megtorpant a fejlődésben, ami nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az ország más pontjain is jellemző volt. Az úgynevezett nozéma betegség és az atka is megtámadta a méheket, de pontosan nem lehet tudni, hogy ezt mi okozta. Az új uniós támogatások egy részét idén betegségek és élősködők elleni védelemre fordíthatják a méhészek. Lassan már a térre készülnek a méhek, ebben a dombrádi méhészetben is. Ez az Országos Magyar Méhész Egyesület egyik bemutató telephelye, ahol fekvő és rakodó kaptárrendszert is használnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még két másik telephelyen összesen közel 300 családdal méhészkednek. A termelési idény már befejeződött, és bár hiába Magyarországon a legnagyobb a méhsűrűség az Európai Unióban, mégsem itt a legtöbb a megtermelt méz. Eltéréseket azonban országon belül is tapasztalnak a méhészek.
azért időjárás, hiába itt, akkor beszélünk a Dunántúról, vagy Pest megyéről, vagy bárhonnan, 200 kilométer, de az időjárásban akár 2-3 hét különbségek lehetnek. Tavasszal itt hidegebb a tél, később jön a tavasz, virágpor, vagy a virágok virágzása későbbre húzódik. Nekünk rövidebb időnk van felkészülni egy főhordásra, akácra, meg más a növénykultúránk, végül is itt, mint Dunántúlon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ártéri telephelyek vannak, így itt főleg a vadvirágok adnak lehetőséget a méhek fejlődésének. Idén későn jött és túl enyhe volt a tél, ezért a méhek nem tudtak nyugodtan telelni. A tavasz jól indult számukra, azonban a populáció egyharmada megtorpant a fejlődésben, ami viszonylag nagy terméskiesést jelentett, mivel egy átlagos napon akár 4-5 kiló nektárt is behordanak a kaptárakba. Ez nem csak a megyében, országos viszonylatban is probléma volt. A trepcének a kihasználására nem nagyon volt lehetőség. A tavalyi ősz miatt hiába vetették le a repcét, a kikelés későre nyúlt. A késő őszi, vagy akkor már majdnem téli esőzés elindította a repcét, de tavasszal ez kiszántásra került. Utána az akácunk, szép volt az akácvirágzás, fagykár itt Szabolcs megyében nem volt jellemző, mivel hogy az, hát végül is akkor mondhatjuk, hogy jó termésünk volt, egyetlen egy volt a probléma, hogy mondtam, hogy a mély családok kétharmadával tudtunk termelni, és ez így visszahozva már nem olyan szép eredmény. A szakember szerint a nozéma betegség és az atka is megtámadta a méheket, de pontosan nem lehet tudni, hogy ezt mi okozta. Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy 10%-kal növeljék 2016 és 2019 között a Nemzeti Méhészeti Program költségvetését, amelynek legnagyobb részét az atka elleni gyógyszer és az azt segítő cukortámogatást teszi ki. A tagországok között összesen 36 millió eurót osztanak szét. Magyarország idén megnövelt forrásigénnyel jelentkezett erre a támogatásra. Pályaorientációs programokon vehetnek részt a táborozó diákok idén nyáron is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A tanulók különböző szakmákat ismerhetnek meg, illetve nagyvállalatok működésébe is bepillanthatnak. A megyei iparkamara szervezésében a főleg 6-os, 7-es diákokat szólítják meg, akik még a középiskolai felvételi előtt állnak. Ez a nyíregyházi szépségszalon a pályaorientációs program indulásától segíti az iparkamara munkáját. Az ideérkező diákoknak nem csak bemutatták a fodrász szakmát, az érdeklődők ki is próbálhatták kézügyességüket. Hajcsavarásokat csináltunk, amit nagyon élveztünk, nagyon jó volt. Hát megmutatta, hogy hogy kell, és kaptunk ilyen szórólapot, hogy akinek tetszett, az ellátogathat oda, és még aki már oda lehet is jelentkezni. Lukovics György, az iparkamara fodrász tagozatának elnöke szerint ebben a szakmában a kreativitáson túl az is fontos, hogy keressék a fejlődési lehetőségeket, ugyanis akkor válhat valaki profi szakemberré, ha a kötelező vizsgák után is továbbképzésekre jár. Általában, amikor a gyerekek időnek, mindig megkérdezem, hogy mit tudhattok erről a szakmáról. Hát ugye ilyenkor azt válaszolják, hogy az édesanyjuk, az édesapjuk által, amikor elmennek a szalomba, ugye levágják a hajukat, ott nagyon a külsőségeket látják, meg azt, hogy vagy tetszik neki az a frizur, amit elkészít a szakember, vagy nem. És én úgy gondolom, hogy inkább egy picit a mélységeibe kell őket beavatni, hogy talán belőlük hátha lesz ennek a szakmának az utódjai. És úgy gondolom, hogy ez egy gyönyörű szakma, tehát ebből, hogyha valaki ténylegesen szívvel, lélekkel csinálja, hosszú-hosszú életen keresztül azért ebből meg tud élni. Csak oda kell figyelni, és saját magát szépen oda tennie. A pályaorientációs tanácsadás már az általános iskolai években kezdődik, így a diákok tudatosan választhatnak középiskolát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara szakképzési tevékenységének mindig fontos része volt az általános iskolás gyerekek tájékoztatása. Ennek érdekében szerveznek még nyáron is programokat, illetve ősszel osztályfőnöki órákat és további gyárlátogatásokat is tanévközben. A pályaorientációs tevékenységünket illetően igazából a minőségi áttörést a 2013-as év hozta meg, amikor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával elindult a pályaorientációs tanácsadói hálózat, amely azt jelenti, hogy minden megyében egy főállású, szakmailag jól felkészült tanácsadó végzi ezt a tevékenységet, és ezáltal be tudtunk ebbe a pályaorientációs vérkeringésbe kerülni. Nagyon szeretnénk hosszú távon a megyében minden általános iskolába eljutni, nagyon-nagyon sok általános iskolás gyereknek segíteni. A különböző pályaorientációs programok között a Kisvakon táborban töltik az időt a diákok, ahol a szabadidős tevékenységek mellett az oktatásra is nagy hangsúlyt fektetnek.
A Magyar Szocialista Párt álláspontja szerint a vasárnapi munkavállalás feltételeinek módosítását nem csak a kereskedelemben dolgozókra, hanem minden vasárnap munkavégzésre kényszerülőre ki kell terjeszteni, és biztosítani kell a munkavállalók hétvégi 100%-os bérpótlékát is, hangzott el a párt mai nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Csabai Lászlóné, az MSZP megyei alelnöke azt mondta, minden olyan kezdeményezést támogatnak, amely a vasárnapi munkavégzés észszerű korlátait szabályozza. Minimum 2 szombat-vasárnapot minden munkavállalónak biztosítani kell, hogy a családjával lehessen. Ha ennél többet is tudnak, akkor természetesen az egy tárgyalási alap. És azt gondolom, hogy nem lehet még egyszer a kereskedelemben, de más helyen se egyik napról másik napra törvényt alkotni, hanem azt végig kell gondolni, az előnyöket, a hátrányokat, és egyeztetni kell minden szereplővel a kereskedelemben, a tömegközlekedésben, az egészségügyben, a munkáltatókkal és a munkavállalók képviselőivel is. A klímaváltozás újabb áldozatai az Afrikába vonuló madarak. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Teljesen új csapattal készül a női kézilabda NB2 rajtjára a Máté Szalkai csapat. A legutóbbi szezonban 4. helyen végző együttestől 10 játékos távozott, 2 pedig befejezték pályafutásukat. Mivel a megyei másodosztályú Papese az utolsó pillanatban visszalépett a bajnokságtól, a hétvégén 131 csapattal rajtol a megyei futballszezon. 3 osztály 9 csoportjában november végéig rúgják majd a labdát a játékosok, az átigazolási időszak augusztus 31-én zárul. A klímaváltozás újabb áldozatai az Afrikába vonuló madarak. A fecskefélék mellett a gólyák száma is évről évre csökken. A fekete-fehér színű, nagytestű madarak hazai állománya egyre kisebb, hiszen a szárazság miatt a számukra élelmet biztosító vízes területek lassan eltűnnek. A madárvédők azt mondják, a keleti ország részben is nagy a probléma. Ezek a gólyák a bodrog mellett kutakodtak, az ártéri területen a frissen aratott részeken kerestek élelmet. Ám a felvételek egy évvel ezelőtt készültek, idén alig-alig láthatunk térségünkben gólyákat. Nyírtéten csak ezt az egy üres fészket találtuk, Ófehértón pedig több kör alakú magasító is várja a fekete-fehér madarakat, ám úgy tűnik hiába. Amikor gyerek voltam, akkor több gólya volt a faluban, de mostanság már kevesen vannak. Több lakossági bejelentés is érkezett szerkesztőségünkbe, miszerint kevesebb gólya fészkel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az állítást Szép Tibor madártani szakértő is megerősítette. Az ornitológus azt mondja, az Afrikába vonuló madarak, így a gólyák száma is csökken. Hazai állomány 5 és 5500 közé tehető, az utóbbi 15 évben egy folyamatos csökken, és futat évente, mint egy 3%-ot csökken a száma. A háttérben nagyon nézik a klímaváltozásnak az első áldozatait, láthatjuk a gólya és a más hosszú távú madarakkal. A vizes élőhelyekhez kötődik ez a madárfaj, ezek az élőhelyek egyre jobban eltűnnek a száraz nyarak miatt, és nagyon nagy gondot jelentenek persze a villanyvezetékek, amik például a fiókák pusztulását több mint az 50%-át eredményezik. Napjainkra a gólyák hagyományos fészkelőhelyei, úgy mint a házak kéményei, teljesen megszűntek. A nagytestű madarak nagy része villanyoszlopokon költ, így a legnagyobb veszélyt a szigeteletlen oszlopok jelentik, különösen a fiatal, tapasztalatlan madarak esetében. A gólyák védelmében a természetvédők az áramszolgáltatókkal is együttműködnek. A madárvédelmi projektek keretében a szakemberek többek között gólyafészek magasításokat, áthelyezéseket végeznek, burkolatokat helyeznek el az oszlopok földelt kereszttartóin, minden esetben a madárvédő szakemberekkel egyeztetve. Az EON szolgáltatási területén minden évben körülbelül 150 újabb gólyafészek magasítót helyezünk ki, ezzel is szeretnénk hozzájárulni a madárállomány védelméhez, a gólyák biztonságos költéséhez. A madártani szakemberek azt mondják, nem csak a vezetékek jelentenek veszélyt a gólyákra nézve, az agrárium is pusztítja a természetet, így a madarakat is.
A legnagyobb tájátalakító nem az ipar, hanem az agrárium. Úgy lehet területi egységenként többet termelni, hogy nagy monokultúrákat alakítok ki, ahol a gépek hatékonyabban tudnak dolgozni, nagyon sok permetszert alkalmazok, eltűnnek azok a mezővédő erdősávok, bokrosok, erdőfoltok, gazosok, ahol a madarakon mellett a rovarok, alacsonyabb rendű állatok és még az apró vadak is meg tudtak élni, és mivel megszűnik az élőhely, változatossága a monokultúrák miatt, illetve nagyon-nagyon sok az agrárkemikália, ezért táplálék sincs, vagy ami van az egészségten. Sok embert érdekel, hogy lakókörnyezetében hol vannak gólyák, gólyafészkek, ebben segít egy online adatbázis, amely a gólya.mme.hu címen érhető el. Teljesen új csapattal készül a női kézilabda NB2 rajtjára a Máté Szalkai csapat. A legutóbbi szezonban negyedik helyen végző együttestől 10 játékos távozott, ketten pedig befejezték pályafutásukat. Az MMTK szeptember közepén a Debrecen harmadik csapata ellen kezdi a bajnokságot. Két hetes edzőtáborral kezdte a felkészülést a Máté Szalkai MTK, az elmúlt héten hazai környezetben edzettek, jelenleg pedig Géberjénben tréningeznek a játékosok. A legutóbbi 10-zel szemben az NB2 északkeleti csoportjában 12 csapatos lesz a mezőny, amelyhez a megyéből Vitka, valamint Füzesabony és Heves csatlakozott. A szalkaiak az elmúlt szezonban újoncként a negyedik helyen végeztek, abból a csapatból viszont gyakorlatilag senkire sem számíthat a szakmai stáb. Ami egy kicsit nehézséget jelent számunkra, hogy a sikeres tavalyi bajnoki szezon után, hiszen újoncként negyedik helyen végzett mind a felnőtt, mind a junior csapatunk a bajnokságban, egész sok azoknak a száma, akik távoztak a csapattól. Ebben talán még egy kicsit egyik szemünk sír, másik nevet, hiszen olyan játékosok, fiatal játékosok, akikre ugye mi is számítottunk volna, de az benne volt a kalapban, hogyha tehetségesek, akkor ugye tovább lépnek. Ezek közül most konkrétan 8 játékosunk fog eligazolni, 6 a Debrecen színeit fogja erősíteni, természetesen ugye NB1-es klubokról van szó, és 2 játékosunk pedig Kisvárdára igazolt, ugyancsak NB1-es utánpótlás csapatban. Ezen kívül még Kisvárdáról a tavalyi bajnokságban 2 játékos szerepelt kölcsönbe, természetesen ők visszakerültek az egyesülethez, így hogy egy osztálya feljebb szerepelnek, illetve 2 játékos befejezte az aktív pályafutását. Mivel a jelenlegi keretben 25 éves a legidősebb játékos, az edző egy gyors kézilabdát játszó csapatot szeretne látni a pályán a bajnokságban. A nagy hangsúly elsősorban a gyorsaság lesz. Gondolkozok egy 3-2-1-es védekezésbe, és onnan a lerohanásból szeretnénk gyors gólokat. Mivel fiatalok, így lendületesebb lesz a játékunk, és a gyors gólokat próbáljuk majd megszerezni. A Máté Szalkaiak még szeretnék megerősíteni a keretüket, mégpedig fiatal debreceni játékosokkal. Az MMTK a nyitófordulóban szeptember közepén a DVSC harmadik csapata ellen lép pályára. Mivel a megyei másodosztályú Pap Ese az utolsó pillanatban visszalépett a bajnokságtól, a hétvégén 131 csapattal rajtol a megyei futballszezon. 3 osztály 9 csoportjában november végéig rúgják majd a labdát a játékosok. Az átigazolási időszak augusztus 31-én zárul. Bár a Magyar Kupa megyei selejtezőjében 20 csapat már szerdán pályára lépett, a bajnoki meccsekkel a hétvégén rajtol a megyében a 2016-2017-es futballszezon. A megyei másodosztályú Pap Ese augusztus elején jelezte, hogy visszalép a bajnokságtól, de a létszámot tekintve Pest megye után Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén társaságában így is a harmadik legnagyobbnak számít Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az országban. Van egy 16 csapatos megye együnk, 316 csapatos megye kettünk, és van 5 csoportos megye hármunk, 68 csapattal, ott van egy 16 csapatos csoport, illetve 4 13 csapatos csoport. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy augusztus 4-én írásban hivatalosan is jelezte felénk a Pap Ese, hogy a megye másodosztályi küzdelmektől visszalép. Ez azért volt sajnálatos, mert már egy héttel a bajnoki rejtelőt igazából nem tudtunk ezen változtatni, tehát a megye másodosztály középső Nyírerdő csoportja egy picikét lukas lesz, hiszen 15 csapattal fog elrajtolni, ugyanis ez az egy hét ez nagyon kevés volt volna ahhoz, hogy feltöltjük, akkor meg kellett volna bontani nagyon sok sorsolást, ez pedig természetesen ugye ezt nem tudtuk bevállalni.
A megyei igazgató reményei szerint annyi csapat fejezi majd be a szezont, amennyi elkezdte. Az MLS ugyanis már évek óta hozzájárul az alacsonyabb osztályú együttesek költségvetéséhez. 2011 óta a Magyar Labdarúgó Szövetség olyan szinten jelentősen hozzájárul a versenyeztetési költségekhez, hogy a 90%-át állja. Ez azt jelenti, hogy mind a nevezési díjaknál, mind a tagdíjaknál, mind a játékengedély, igazolás, átigazolás díjaknál a csapatoknak csak és kizárólag a 10%-ot kell befizetni, ami a díjfizetési rendben szerepel, a 90%-ot a Magyar Labdarúgó Szövetség állja. Ez hozzávetőlegesen, ha azt nézzük, egy megye egyes csapatnál azért sok utánpótlás kötelező, ugye az IFI, az U16 is. A versenyeztetési költségek körülbelül eddig voltak ilyen 2-2,5 millió 2011-ig, most egy 250 ezer forintból ez megvan, ja, és a játékvezetői díja 90%-át is a Magyar Labdarúgó Szövetség állja. Úgyhogy a csapatoknak a legnagyobb kiadása nem az MLS felé van, hanem az utaztatás, ami azt hiszem, hogy ez lehet a legnagyobb kiadásuk, úgyhogy, illetve természetesen a pályakarbantartás, de hát a Labdarúgó Szövetség ugye a TAO-s programokon keresztül erre is azért nyújt segítséget, mind ugye az infrastruktúra fejlesztésére, mind pályakarbantartó gépekre is lehet pályázni. Az őszi szezon november végén fejeződik be. Az átigazolási időszak még tart, augusztus 31-ig cserélhetnek csapatot a játékosok. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Szeptembertől jelentős lesz a munkaerő hiánya az élelmiszerkereskedelemben is, közölte a Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetségének megyei elnöke. A nyári időszakban diákokkal pótolják az üres helyeket, a tanév kezdetével azonban ismét problémát jelent majd a munkahelyek betöltése. Magyarországon jelenleg mintegy 140 ezer diák dolgozik tanulmányaik mellett, ez a tanulók közel felét jelenti. Nem lesz kiemelkedő a mézhozam idén sem, hiába indult jól a tavasz. A legnagyobb problémát az okozta, hogy a méh populáció egyharmada megtorpant a fejlődésben, ami nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az ország más pontjain is jellemző volt. Az új uniós támogatások egy részét idén betegségek és élősködők elleni védelemre fordíthatják a méhészek. Pályaorientációs programokon vehetnek részt a táborozó diákok idén-nyáron is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A tanulók különböző szakmákat ismerhetnek meg, illetve nagyvállalatok működésébe is bepillanthatnak. A megyei iparkamara szervezésében a főleg 6-os, 7-es diákokat szólítják meg, akik még a középiskolai felvételi előtt állnak. A Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 11-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, az erős lehűlést okozó hideg front tovább távolodik kelet felé. Pénteken többnyire alacsony nedvesség tartalmú, már ismét 1-2 fokkal enyhébb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Éjjel erősen felhős vagy borult idő várható, majd az éjszaka második felétől fokozatosan kiderül az ég. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan napos időre lehet számítani, többnyire kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északi szél időnként megélénkül, délutára 21 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban általában több órás napsütésre van kilátás, helyenként erősebben megnövekvő gomoly felhőzettel. Szombaton inkább nyugaton, vasárnap főleg az északi tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, hétfőn szorványosan alakulnak ki záporok, zivatarok, kettől csupán elvétve valószínű csapadék, melegszik a levegő. Vasárnap, illetve a jövő hét közepén néhol 30 fokot is mérhetünk a délutáni órákban.